Ő a citerás, csupa nagybetűvel. Képzett kotta grafikus, de a kottákat manapság nem írja, hanem inkább olvassa az általa alapított népzenei együttesben. A citera e különleges hangszer hírét viszik szerte a világba. A mai ismeretlen ismerős Deák István. Szervusz, köszöntelek. Szervusz. Ha a te neved felhangzik bárhol itt a környéken, akkor a citera szó jut eszébe mindenkinek róla. Citera, már ahogy kimondom, a szót jelző hangok is gyönyörűek, zenélnek, muzsikálnak. De te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a hangszerrel? Érdekes történet ez, mert annak idején az Isten így teremtett meg. Én nagyon szerettem zenélni. Emlékszem arra részre, amikor beköltöztünk a házunkba, és ott volt egy folyosó. És én egyedül voltam otthon, és akkor én rendesen anyám fazekaiból és födőiből kipakoltam ott magamnak a különböző általam oda képzelt hangszereket, és azon nagyon jókat zenéltem. Úgyhogy ez a véna, ez úgy jött, ez úgy bennem van. Aztán idők folyamán a szomszédunkban élt egy ember, Lengyel Istvánnak hívták őt, aki citerás volt. Én akkor körülbelül hatodik osztályos lehettem, és hát igaziból az ő tanítványává váltam, még vagy 15 társammal együtt. És hát így alakult meg ez a kis történet, és mint utóbb kiderült, hát igen tehetségesek voltunk mi akkoriban. Nagyon élveztük azt, amit ott a Pista bácsi mutatott nekünk, megismertetett a hangszerrel, a húrokkal, és mindig figyelmeztetett arra, hogy amikor cseréled a húrt, akkor ne állj a másik végére, mert kiveri a szemed, meg tehát ilyen pici apró finomságokra. Aztán akkoriban mi még nyomóval játszottunk. Volt a pengető a jobb kezünkbe, a bal kezünkbe pedig egy fakanál, egy eltört fakanálnak a nyele, mert az jó volt, a kemény fa az jó volt. A pengetőről is szólni kell, mert a pengető is nem az volt, mint amit mostanában használunk, hanem biztosan emlékeznek arra a nézők is, vagy te magad is, hogy hát létezik a tupírfésű. És akkor még az NDK-ban, tehát a Német Demokratikus Köztársaságban gyártották ezeket a műanyag csodákat, na annak a nyele, az egy barnás dolog volt, és ahogy megkoptatta a húr, az olyanná vált, mintha csont lenne. Na mi olyannal pengettünk. Úgyhogy így kerültem én ezzel a dologgal kapcsolatban, magával a hangszerrel. De a családodban volt valaki, aki már előtte zenélt, muzsikált, valahogy a zenével kapcsolatban volt? Igaziból nem. Igaziból a családommal kapcsolatban a nagyapámat szeretném én kiemelni. Ők tanyasi emberek voltak, később költöztek be Kartalra a faluban. De ő kondás volt, kanász volt. És neki volt egy olyan mentalitása, egy olyan életkedve, ami miután korán megözvegyült, az végig kísérte. Tehát voltak időszakai, amikor sokat ivott, de voltak olyan időszakai is, amikor nem ivott sokat, és ő volt az én igazi lelkitársam. De hát ez így van jól, mert az unokák azért vannak, hogy a nagypapák, nagymamák kedvencei legyenek. Hát sokszor előfordult az a történet, amikor már a család nem bírta hallgatni, hogy a Pistike éppen gyakorol a citerán, és akkor a nagypapa, Sanyi bácsi, az jött, hogy na gyere csak unokám, gyere csak, majd húzd ide a fülembe, és akkor ő mutatta a történetet, és nagyon jó éltük meg ezeket az együtt eltöltött pillanatokat. Ő maga, az ő személyisége volt egy ilyen meghatározó jelenség számomra, hogy példaértékű a magatartása, ahogy áll a dolgokhoz. Egyszerűen tőmondatokkal, szépen megfogalmazva, egyszerűen tudta elmondani a gondolatait. Térjünk most vissza a citerázáshoz, illetve azt szeretném megtudni, hogy nehéz-e megtanulni citerázni. Hát azt mondtad, hogy gyerekek voltatok még, mikor elkezdtetek tanulni. Igen, egy picit visszakanyarodnék még a Lengyel Pista bácsihoz, mert ő is egyfajta tartást sugárzott felénk, nagyon is erőteljeset. Tehát ő mindig alázattal nyúlt oda, mindig megadta a módját, hogy hogyan kell a hangszerhez hozzáérni. Megtisztogatta, letörölgette, és ez egy kis rituálé volt, de ezt mi átvettük. Önmagában véve a dalanyag, amit akkoriban játszottunk, hát a közismert dalanyag volt, amit itt a környéken bárki ismerhetett, sőt, énekelt is.
És akkoriban még, hál' Istennek, énekeltek a hangszer mellé. Tehát mi úgy tanultunk meg citerázni, hogy magát az éneket nem is tudtuk. Tehát én nekem a mai napig is például az együttesemben állandó problémát okoz a szöveg. Mert automatikusan én nekem a dallam ott van a fejemben, néha mondom magamban a szöveget, de akkoriban még nem volt erre szükség. Mostanában a mostani idők hozzák azt, hogy igenis szükségszerű az, hogy amikor az ember a hangszere mellett áll és játszik egy népdalt, nem várhatja el a közönségétől azt, hogy ismerjék ezt a dalt, tehát a közönséget bele kell vonni ebbe. Most a korábbi időszakokban ez nem így volt. Együtt énekeltek velünk, nagyon jó pofa volt az a közel 20 gyerek, aki kiállt, és számos olyan rendezvényen vettünk részt, hogy tényleg ott mulattak idősebb emberek, asszonyok, hát táncoltak ránk, meg ilyesmi történt annak idején. Visszatérve a Pista bácsira, tehát az ő mentalitása is ezt sugározta, ezt a fajta alázatot, ami minden egyes hangszer, meg egyáltalán mindenféle szerszámmal kapcsolatban az embert kell, hogy érje, és hogy tudja kezelni. Ez volt az, amit el szerettem volna erről mondani. Tehát akkor az első tanítómestered Lengyel Pista bácsi volt. És aztán kiktől tanultál még? Kik voltak a nagymestereid? A citera történet az végig benne van az egész életemben. Tehát voltak olyan időszakok, amelyek aktívabbak voltak, és voltak olyanok, amelyek kevésbé. Tehát az egész életemet végig kísérte a hangszer, mindig ő volt az, akihez hozzányúltam. Tehát ha szomorú voltam amiatt, ha örültem, akkor amiatt. És így történt az a dolog is, amikor katona voltam. Szombathelyre vittek engem el, és én már a második hazajövetelem után visszavittem oda a hangszeremet, és elfogadták, hogy na, ez a citerás. És így lettünk mi egyek. Hangszerrel, illetve én magam. A későbbiekben volt alkalmam megismerkedni Privojszky Mátyással, meg még nagyon sok érdekes ember előtt. Azért emelem ki, mert ő volt az az ember, aki a citera játékot olyan szinten művelte, hogy szólamokra bontották a hangszerben elhangzó dalanyagokat, tehát külön volt basszus, prim és tenor, és komoly darabokat adtak elő, tehát a Magyar Himnusztól kezdve a Monti Csárdásig ők mindent játszottak. A második Pusztavacsi Fesztiválon léptünk föl harmad magammal, és ott ült egy kopasz ember, egy fiatal kopasz srác, és mi zenéltünk, nyomóval játszottunk, és ő kiértékelt minket, és a végén azt mondta nekünk, hogy az a három kartali fiú, az nagyon jó, de amit csinál, az nagyon rossz. És én ezt nem tudtam hova tenni, nem tudtam elképzelni, nem tudtam elfogadni, hogy az az ember az miért bánt engem, mert akkor még bántásnak éreztem. Később ismerkedtem meg vele, hát ő volt Bilinyi József, és akkor indult el az a dolog, ami azóta is folyamatosan ér és végigkíséri az életemet, hogy mindig utána megyek a dolgoknak. És így volt módom szerencsém megismerkedni egyéb citerásokkal is, Széles Andrással, aki a maga játékmódjával szó szerint kirajzolja a húrokon a dallamot, tehát tényleg, mintha egy festmény készülne a húrokon, úgy adja elő. Volt egy másik érdekes férfi, a Borsi Ferenc, ő a Délvidékről származik, az ő játékmódja teljesen más. A Délvidéken tamburica játék van, tehát a tambura, és hát mivel ő ott szocializálódott, ő ezt hozta. Az ottani játékmódnak jellegzetessége az, hogy túldíszíti a dalt, illetve amit csak bír a dal, az díszíti rajta. Úgyhogy így értek engem ezek a hatások, és akkor ehhez mérte jönnek azok a történetek, amelyek táborokban érik az embert. Lajos Mizsén, citerás táborok, meg egyéb helyeken, ahol össze tudunk jönni, hogy együtt zenéljünk. Az együtt zenélés öröme pedig hát az önmagáért beszél, azt igaziból át kell érezni, azt nehéz elmesélni, de mindig nagy élmény, és ezek olyan élmények, amit az ember úgy beoszt, elteszi, berakja a szívébe, és ebből nagyon hosszú ideig képes és kénytelen élni, feltöltődni. És épülni. És épülni is, természetesen. Az elején említettem rólad, hogy te képzett kotta grafikus vagy. Ez hogy került az életedbe? Ez egy érdekes színjátéka volt az én eddigi életvitelemnek is. Az egy olyan történet volt, hogy leszerelés után
kerültem kapcsolatba azzal az emberrel, aki megismertetett engem a Kotta írás rejtelmeivel, illetve a Kotta grafikusság rejtelmeivel. Általában a magyar szerzők, de nem csak a magyarok, tehát mindenféle zeneszerző ember fogja, eszébe jut egy dallam, és veszi a kis ötsoros füzetét, és ott lejegyzi a dallamokat, ahogy kell. Most a Kotta grafikust azt azért találták ki, hogy mindezt rendszerbe rakja, mert ennek rendje van. És grafikailag, hogy ez szép, nyomtatott formában megjelenhessen. Na most én ezt annak idején megtanultam ettől az embertől, de sajnos az életem úgy alakult, hogy olyan helyzetbe kényszerítettek volna bele, ami akkor nekem nagyon előnytelen volt. Úgyhogy a tudás megmaradt, de mint a Kotta grafikus, illetve mint a grafikusi minőségemben nem tudtam működni. És akkor... Mint már mondtam az elején, tehát most már nem is használod a Kotta grafikuságot egyáltalán, tehát nem dolgozol Kotta grafikusként, viszont úgy használod a Kottákat, hogy olvasod, mert hogy együttest alapítottál. Igen, igen, valóban. Mikor és hogyan, és miért? Valóban így alakult a dolog. 1998-ban alakult meg az együttes. 12 éve. Igen, elnézést kérek, hogy így gondolkodnom kell, de ezek az évszámok, ezek mindig bajt okoznak nekem, tehát. Tehát akkor volt egy olyan történet, hogy a régi citerásainkkal, tehát jó magam meg még két férfival összeálltunk, hogy zenéljünk. Ennek az együtt zenélésnek az lett az eredménye, hogy mi sikeresnek éltük meg ezt a történetet, meghívást kaptunk Erdélybe. Aztán ez az összeállásunk, ez olyannyira egészült ki, hogy nekem mindig is voltak tanítványaim. És abban az évben az egyik tanítványomat is fölkértem arra, hogy csatlakozzék így az együtteshez. A együttes lányokból, fiúkból áll. Gyakorlatilag a Galga mentére jellemző dalokat énekeltük akkoriban, citara kísérettel. Ez a formáció, ez sikeresnek bizonyult, mert az elmúlt 12-13 év, mi alatt itt dolgoztunk és dolgozunk folyamatosan, hát ez a sikereinket meghozta. Tehát úgy értékelem és úgy látom, hogy a befektetett munka, az az energia, amit mi ebbe belevittünk, ez megtérült. Tehát a szakmai elismerések sorozatában aranypálva nagy díjasok lettünk, négyszeres aranypávások, vagyunk, egy ezüst minősítésünk van, és emellett töretlen a lelkesedés. Maga az együttes, sokszor ez is egy érdekes és furcsa történet, mert a közösségről szól. És ez egy olyan közösség, hogy igaziból én azt szoktam mondani, ők szokták ezt tőlem jó néven is venni, vagy rosszallóan, teljesen mindegy, hogy mi a módja annak, hogy az ember miben nyilvánul meg. De az az erő, amely összefogja ezt a kis közösséget, az nagyon fontos. És természetesen ugyanúgy, mint kapcsolatainkban, tehát családban, vagy baráttal, barátnővel, az együttes élete is hasonlóan zajlik. Tehát ugyanúgy vannak nehéz pillanataink, könnyebbek, vannak örömpillanataink, és hát bizony alkalmunk volt gyászolni is. De hát ez az élet. Nehéz volt egyébként összerakni az együttest, a tagokat összeszedni? Nem. Ez egy spontán összeállásként indult, legesleg először. Volt 6 gyönyörű lány, aki úgy gondolta, hogy neki valamit tennie kell, meg mi is ott voltunk 3. És egyszer csak jött egy gondolat, hogy megszólítottam az akkori vezetőjüket, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk valamit közösen. És ez azóta is tart. Tehát így találtunk mi egymásra, kiegészítve a gondolatainkat, a stílust egyáltalán a műsor összeállításban, mindenkinek adok a véleményére, és fontos a vélemény, mert az alakít. Utolsó pillanatban is még változnak dolgok, előadás előtt is, meg közben is. A 12 év alatt rengeteg helyen jártatok. Merre? Melyik a legemlékezetesebb fellépésetek? Valóban így volt, hogy rengeteg helyen megfordultunk. Azt kellett sajnos tudomásul vennünk, hogy a saját hazánkban nem lehetünk proféták. Ezt most komolyan kell, hogy mondjam, kartalra értettem. Az elején igen nehezen indult a mi működésünk.
Ez azt gondolom, hogy minden közösséggel így van, vagy a legtöbben így van. Valóban így van, és hát mi ezt megtapasztaltuk. Sajnos a saját bőrünkön olyannyira tapasztaltuk meg, hogy társkapcsolataink alakultak ki az ország különböző részében. Körösladányi népdalkörrel, a tápai hagyományőrző egyesülettel, kapuvári táncosokkal, és bizony-bizony sokszor előfordult az, hogy míg ott teltházas közönségünk volt, addig ez itthon nem tudott megvalósulni. De azóta változott a helyzet, mert a közelmúltban megjelent első CD kiadványunk, pontosan a tavalyi évben jelent ez meg, és ennek a lemezbemutató koncertje volt 2010. február 27-én. És nagyon-nagyon meglepődtünk. A művelődési ház ugyanis teljesen megtelt, úgyhogy még pótszékeket kellett hozni, és nagyon nagy élményben volt részünk nekünk is, meg én azt gondolom, hogy aki ott volt és átélte azt a csodát, amit közösen tudtunk ott előadni, az önmagáért beszélt. És ez újabb lendületet erőt. És ez újabb lendületet, valóban így van. Azt viszont nem mondtad el, hogy melyik volt a legemlékezetesebb. Igen, elkanyarodt a elnézést kérek. A legemlékezetesebb történetünk az Táborfalván történt. Ott kaptuk meg ugyanis az első Aranypálva nagydíjunkat. Tudni kell azt, hogy a Magyarországon, aki minősítéseket szervez és tehet, az a Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége. Ő két évente írja ki ezeket a minősítési fokozatokat, aki bekerül, annak célszerű két évente megmérettetni magát. Mivel mi az előző évben Aranypálva nagydíjat szereztünk, az aranypávások részére egy országos minősítő szintű aranypáva gála rendezvényt szerveznek, ahol az ott lévő együttesek nevezhetnek az aranypáva nagy díjért. És megmondom őszintén, hogy mi úgy mentünk oda azzal a tudatlan egyszerűségünkkel, hogy mi megkaptuk az aranypáva díjunkat, illetve a fokozatot, és csak szeretnénk ott lenni, a gálán részt venni. És nagy megdöbbenésünkre a zsűri megítélte nekünk az Aranypálva nagydíjat. Úgy, hogy mi erre nem is készültünk. Tehát ez egy olyan emlékezetes momentum volt, hogy egyszerűen az a eufórikus érzés, ami akkor úgy magával ragadott minket, az még inkább csak erősített, hogy hát csináljuk, mert tudunk csodát csinálni. Igen. Miket muzsikáltok? Saját gyűjtéseitek is vannak? Voltak ezzel kapcsolatban próbálkozások, és vannak is. Tehát folyamatosan vannak ilyen jellegű elhivatottságaink, illetve hát e felé elmegyünk egyre gyakrabban, ugyanis cél az, hogy a meglévő tudásanyagot minél hatékonyabb módon megörökíteni. És itt kapcsolódnék a kottagrafikussághoz, hogy hál' Istennek megvan az a tehetségem, hogy hallás után, amit hallok, hogy énekelték a dalt, azt utólag én fel tudom idézni magamban, és gyönyörűen le tudom írni a kottáját, és ez már egyúttal archiválásra is került, tehát van mihez nyúlni. Nagyon-nagyon fontos a dolog, mert általában nincs ilyen hangzóanyaggyűjtemény. Én azt élem meg, azt érzem, hogy igaziból erre nincs is nagyon szükség. A dalaink, amiket énekelünk, elsősorban a Galgamente dallamanyaga. Ám nem győzöm hangsúlyozni, hogy rendszeresen járunk népzenei táborokban, és ott olyan egyéb dalokkal ismerkedünk meg, amelyek szintén nagy tárháza a tudásunknak. És gyakorlatilag az első CD-nk anyaga is egy válogatás. Egy olyan válogatás, amely igaziból képzeletbeli utazásra hívja a hallgatót, és itt a különböző tájegységek dalai kerülnek megszólaltatásra. Ezt hallgathatja meg a hallgató. Van kedvencetek? Van. Van. Több kedvencünk is van. Az egyik az Magyar Bődről való. Én személy szerint élmény is volt, mert van hozzá egy külön kis történet, hogy ezt úgy tanultuk meg, hogy Bulgáriába készültünk, és itt most kapcsolódok vissza a kérdésedre, hogy megjártuk Erdélyt is, és voltunk Bulgáriában is, és a bulgáriai út alkalmával kezdtem el énekelni ezt a dalt, hogy ott a buszon, hogy ezt tanuljuk meg, mert ez olyan jó. Magyar Bődről annyit kell tudni, hogy ez Szlovákiában van, Kassa mellett, Kassától egy 16-17 kilométerre lévő kis település. Igaziból már nem nagyon lakják magyarok, de amikor ez a dal gyűjtésre került, ezt úgy dolgozták fel a gyűjtők, hogy
érvényesedett a szlovák hatás, tehát itt tercelnek a magyarok. Érdekes módon ez csak az éneklésben nyilvánul meg, a hangszeres játékmódnál ez nem így van. Ott szintisztán tercelés nélkül játsszák hozzá a kíséretet. Tehát Bulgáriába menet megtanultuk ezt a dalt a buszon, és a bulgár közönségnek mi ezt előadtuk. Így tercelve. És ezek annyira nagyon megkedvelték, hogy hatalmas vastapssal fogadták, aztán hazaérkezni Magyarországra, hát csak nem hagyott nyugodni a történet, meg maga a dal is, mert egy nagyon kellemes hangfekvésű dallam, és mi ezt csak így beéneklősnek szoktuk apostrofálni, amit mindig mondanak a lányok, hogy ne mondjam már azt, hogy ez a beéneklős, pedig akkor is az. De egy nagyon szép lírai dal, és ő az egyik kedvencem. Miért tartod azt fontosnak, hogy a citerát népszerűsítsétek, illetve népszerűsítsed te magad is? Igaziból a gondolatiság, ami a citara mögött van, az jellemző majdnem minden egyes magyar hangszerre. Tehát, hogy a magányos ember hangszere, az egyszerű, szegény ember hangszere. És akkor itt említhetném a furuját is, de a citara is egy hasonló hangszer. Nem kell hozzá nagy szaktudás ahhoz, hogy az ember készítsen egy ilyet. Egy darab fa kell, régen különböző drótokat tettek rá, és akkor azt zörgették, szó szerint zörgették, mert ott olyan előadás volt, olyan előadásmód volt, hogy mondták is, hogy na, Józsi bácsi jó fűrészel, mert akkor beindult az ő jobb keze, és dang, 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 és közben nyomta a dallamot a bal kezével. Na most a mi játékmódunk ettől már azért jóval eltér, de visszakanyarodva a hangszerhez, egyszerű hangszer. Maga a hangszerem való játékmódnak az elsajátítása sem egy nagyon hosszú időt igénybe vevő történet. Tehát igaziból ténylegesen, akinek tehetsége, kézügyessége van, az körülbelül egy 2-3 hónap alatt megtanulhatja a hangszert kezelni. Ezzel kapcsolatban volt egy kis anekdotám is, mert legutóbbi tanítványom, hát diszgráfiás volt, föl volt mentve írásból. És egyik nyári napon ott ültünk a diófa alatt, és nem volt kedvünk játszani, tehát azt úgy éreztem, hogy nincs kedve játszani. Viszont volt dinnyénk. Úgyhogy fölvágtuk a dinnyét, ettük, köptük a magot, és egyszer csak a fiú megszólal, hogy hát Pista bácsi, van nekem ez a betegségem. Mondom, mi? Hát ez a diszgráfia. Azt mondom, az mi? Azt mondja, hogy hát ő föl van mentve írásból. Igen, igen. De tudja, megy az írás. Tehát, hogy ez a citara játékmódnak, ez a fajta, bocsánat, tehát ez a fajta játékmód, hogy más csinál a jobb kezem, más csinál a bal kezem, az agyféltekét is másképp mozgatja, és bizony-bizony olyan betegségek, vagy olyan fajta hiányosságokat nagyon szépen helyre tud tenni, amihez igaziból a mozgás hiányzik. Most ez történt ennél a fiúnál, és azért mondom, hogy nagyon egyszerű a hangszer, könnyen élményhez juttatja azt, aki tanulja, és itt nem győzöm hangsúlyozni ezt a szót, hogy élményszerűség. Szükséges megemlíteni azt, hogy minden olyan dolog, és itt a minden ez megint hangsúlyossá váljon, amiben belefog az ember. Ha élményszerűen kapja meg azt a tudást, azt az anyagot, azt az élményt, akkor az megragad. Akkor lelkes hívévé válik, és fogja tudni csinálni. De citera nagyon érdekes hangszer egyébként. Tudsz mesélni a történetéről? Honnan származik? Azt mondják, hogy a citera az Ázsiából való hangszer. Valóban így van, tehát vannak rokon hangszerei Japánban, Kínában, egyéb helyeken, de igaziból az egész földkerekségen megtalálható a hangszer. Annyit kell róla tudni, hogy húr van kifeszítve, és ahol íjaztak az emberek, ott már volt húr, ha azt megpengedték, az már szól. Tehát igaziból én nem tudnám ezt úgy pontosan behatárolni, hogy honnan való. Szerintem egyidős az emberekkel, hogy rezeg a húr, annak hangja van. Most a citera is egy hasonló történet. Itt igaz, a múlt század vége felé vannak már olyan hangszerek, amelyek arról szólnak, ami mostani megnyilvánulása a hangszernek, tehát hogy ebben a formában találtak már ilyen hangszereket, mi így használjuk ezt. De mondom, sokféle variánsa van neki. Van egy ismerősöm, az például már ott tart, meg hát jó magam is, mert kapok régi hangszereket.
amiket fel lehetne újítani, vagy ők már nem tudnak vele mit kezdeni. De megmondom őszintén, hogy tűzifának nagyon kevés, dísznek meg még, hogyha az ember helyre teszi, akkor az nagyon szépet mutat. És bizony-bizony ezeken a hangszereken lehet látni olyan eljárásokat, olyan technológiákat, olyan idővetületeket, amelyek rajta hagyják a nyomait. Volt egy olyan hangszerem, hogy annak idején az ipari műszergyárban dolgozhatott a tulajdonosa, ott a feszítő, a húrfeszítő szögek, azok például ötös imbuszfejű csavarból vannak benne. Mert ő ahhoz jutott hozzá, és azzal feszítette. Tehát, de ott van a hangszer, és gyönyörűen szól ettől függetlenül. Te próbáltál már készíteni citeret? Igen, én készítek hangszert is, és most a közelmúltban került sor arra, hogy két hangszert mintáztam be. Külön igény van arra, hogy egy olyan énekelhető hangmagasságban szólaljanak meg ezek a hangszerek, amelyek populárisá tudják tenni, tehát hogy együtt énekelhetővé váljék a hangszer. Most ez a két hangszer elkészült, meg a közelmúltban is, meg eddig is készítettem, meg javítottam már hangszereket. Tehát én is abban az állapotban vagyok, mint minden egyes hangszeres ember, hogy mindig oda megyünk egy hangszerhez, megvizsgáljuk. És azt mondjuk rá, hogy ez nem jó. De csak nekünk nem jó. És a végén eljut arra a pontra, hogy na a fene egye meg, akkor én most oda megyek és csinálok egy olyat, amit én csináltam, és az jó lesz. Hát én is dicsérem a saját portékáimat természetesen. Ezek a hangszerek nekem nagyon megfelelnek. Akik eddig játszottak rajtuk, illetve akik hallották a hangját, az mind dicsérte. De maga az elkészítési módja is, mondom, egyszerű, és meggyőződésem az, hogy ezeknek az előállításánál is mindig az egyszerűség, az egyszerű vonalvezetés az adja meg a lényegét. Igen, azt szokták mondani a citerára, hogy ez a szegények hangszere. Igen. Emiatt is, hogy nagyon egyszerű elkészíteni. De te hogy érzed, hogy milyen ma a megbecsültsége ennek a hangszernek? Mint említettem az előzőekben, hogy régebben, amikor még én tanultam citerázni, akkor meg kellett élnem azt az állapotot, hogy a közönségem ismerte a dalt. Ismerte a dalt, tehát amit én játszottam, azt ő együtt énekelte velem. Most sajnos a világ afelé ment el, hogy értékrendek esnek össze, értékrendek omlanak össze, és ez a fajta történet már nem működik. Nem várható el, mint amit említettem azt, hogy ismerjék a dalt, de viszont én azt gondolom, hogy ez visszatanítható. Ugyanúgy, ahogy a dalokat elfelejtettük a hangszert is. A közelmúltban volt egy gyermekismerősöm, aki megkérdezte a hangszert tőlem, hogy mi is ez a hangszer, és én mondom neki, hogy citera. Egy másik meg azt, hogy ez a hangszer, amelyet ütni kell, mondom, nem az a cimbalom. Tehát igen tragikus állapota van ennek a hangszernek így a köztudatban, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk már, hogy mi is ez a hangszer. Én ezért is gondolom azt, hogy időszerű, sőt, nagyon-nagyon kell az, hogy egyszerűsége révén, tanulhatósága révén, minél nagyobb, minél szélesebb körben ismerjék és tanulják meg az emberek. És nem cél az, hogy itt művész embereket neveljünk. Nem cél, mert meggyőződésem az, hogy az a tudás, amit az ember menet közben megtapasztalással, vagy egyéb úton, módon, de megszerez, az csak gazdagítja. Volt egy beszélgetésem annak idején egyik ismerősemmel, és igen megdöbbentő dologról beszélgettünk. Föltette azt a kérdést ugyanis nekem, hogy te István, hány dalt tudnál leírni egy füzetbe, amit te végig tudsz énekelni? És bizony-bizony meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon elszomorodtam, mert én azt gondoltam, hogy az a füzet tele lenne, de egy lapot nem tudnék megtölteni ezekkel. Te, aki ezzel foglalkozom. De mondtam én, most azért mondom ezt, mert nekem örökös problémám volt a dalszövegekkel. Holott ez egységes egészet képez a mai napig. Ez az egyik jellegzetessége a mi kultúránknak, a mi népi megnyilvánulásainknak, hogy dallamszöveg egységes egészet képez. Fontosnak tartod, hogy továbbadd a tudásod? Igen. Természetesen válasz, hogy igen, mert az ember, és nem csak citerával kapcsolatban, hanem úgy egyáltalán bármivel, bármi területtel, amivel bárki foglalkozik, előbb-utóbb egy olyan tudás mennyiség gyülemlik fel, egy olyan kényszerhelyzet, hogy ezt úgy ösztönösen érzi, hogy meg kell osztani másokkal is. És ettől ő nem lesz szegényebb. Ez csak gazdagítja. A bennem lévő tudásanyag is, meg az elmúlt évek működése is azt bizonyítja, hogy igenis szükség van rá, hogy továbbadjam.
Lehet, hogy 10-ből csak egy viszi tovább. De a remény, hogy egyáltalán tovább fog menni, hogy egyáltalán tovább fog élni, az viszont erővel tölt el. Mióta vannak tanítványaid? Mint mondtam már az előzőekben is, hogy folyamatosan minden időszakomnak megvoltak a maga tanítványai. Most Kartalon egy olyan kezdeményezésbe kezdtünk bele, közösen, természetesen ezt hozzáteszem, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy sikerült megszólítani az alsó tagozatos kisgyermekeket. Úgy indult a dolog, hogy múlt év utolsó tanítási napjaiban ilyen rendhagyó énekórát szerveztünk az alsó tagozatosoknak, első, második, illetve harmadik, negyedik korosztálynak. Körülbelül 250-240 gyerek mozgott a Kartali Művelődési Házban, tüdőszűrés idején, ezt hozzáteszem. És az én koncepcióm akkor az volt, hogy nem csak citerán játszom. Játszunk egyéb hangszereken is, dorombon, furulján, különböző ritmus hangszereken, és egyéb próbálkozásaink is vannak még. De az azt megelőző tapasztalások is azt bizonyították, hogy a gyermekek figyelmét mindenféleképpen ritmuson, pici dallamon, hangszeren, hangszerbemutatón keresztül tudom megfogni. Ez így is történt. Aztán volt egy időszak, amikor én egyszer decemberben azt gondoltam Luca napján, hogy nem csinálok Luca székét, hanem készítek egy furulyát. Soha az életben nem csináltam még furulyát, ezt hozzáteszem, de megcsináltam a hangszert, és azóta vonzódok is ehhez az egyszerű hangszerhez, a furuljához is. És a gyermekbemutató, illetve a rendhagyó énekóra keretében rá kellett döbbennem arra, hogy csupa műanyag hangszer vesz körül. Mert hogy én a hangszereimet PVC csövekből készítem. Mert abban már benne van a luk, nem kell faragni a fát, és hogyha véletlenül elszúrja az ember, eldobja, vág egy másik csövet, és azt szólal meg. És nagyon meseszerű is volt a történet, és nagyon helyzetbe kellett hozni nekem a műanyag furuljákat, hogy is kerül az oda, és egy olyan mese született, aminek részeseivé váltak a gyerekek, szereplőivé váltak a gyerekek, és nagyon jól fogadták. Itt a rendhagyó énekóra keretében, mondom, csupa ismert gyermekdal hangzott el, meg lettek dolgoztatva a lábukkal, kezükkel, tapsoltak, énekeltek, egy megasztár döntőt is csináltunk, tehát tényleg jól telt el ez a hangulat. Aztán véget ért az év, évnyitójukra pedig a szülők kerestek meg azzal, hogy ők rendeznének egy batyusbált. A batyusbálon pedig hát meghívták az együttes tagjait, hogy akkor zenéljenek. Itt zenéltünk is, ez is jó hangulatban telt el. És ezt követendő, tehát hogy tovább erősítsem ezt a vonulatot, hogy mindenféleképpen az iskolát szeretném megcélozni, meg ezt a generációt, hogy ki tudjuk nevelni az utánpótlásunkat minden tekintetben. A karácsonyi műsor összeállításunk is egy meglepetés, egy titokkal készült, egy titok műsorral, és olyannyira titkos volt, hogy én szemtanúja voltam annak a jelenetnek, amikor az anyuka hullafáradtan ott ült a művelődési házban, és mondta a kisfiának, hogy te Gergő, de hát miért nem megyünk már? És a fiú odafordult, és azt mondta, hogy de hát titok! És ott hagyta az anyukát. Tehát megvártuk a műsort, fölléptünk. Ennek annyi volt az apropója, hogy közel 40-50 gyermek mozgott még ott fönn velünk a színpadon, egy újévi jó kívánságot adtunk elő, és nagyon jó hangulatban, nagyon nagy élmény, és élvezték. Tehát én gondolom és hiszem azt, hogy nem elég megcsinálni a csodát semmilyen tekintetben, tehát vagy bármilyen tekintetben, hanem a csodának részesévé kell válni, be kell vonni embereket. Ugyanis az motiválja őket, az hozza elő azokat a pici dolgokat, amelyek éltetik ezt a kis közösséget. És ugyanez a mondat igaz az együttesemre. Tehát nem tudhatom azt, hogy egy-egy pici beszélgetés alkalmával valakinek egy-egy elcseppentett mondata, amit meghallok, mikor, hogyan, milyen módon fog beépülni a következő produkcióba, vagy egyáltalán bármiféle megnyilvánulásba, amit az együttes képvisel. És nem csak az együttessel kapcsolatban szedsz össze ilyen információkat, hanem a munkádon keresztül is. Ugyebár a javítóintézetben dolgozol, és az ottani gyerekek is inspirálnak. Inspirálnak, és ez egy érdekes, kényes része az életemnek. Nem szívesen akarok beszélni róla, de van egy pici, apró, lassan már anekdota-szerű történet.
Tehát a növendékekben, az intézetben már csak úgy hívnak engem, hogy a Furulyás Pista bácsi. Ennek annyi az előzménye, hogy én általában, amikor új fiúk közé megyek be, mindig nálam van egy olyan dolog, amivel biztos vagyok. És ez a hangszer jelen esetben a furulya. Ez ott kilóg az én zsebem hátuljából, és egyszerűen magamra vonom a figyelmüket. Tehát mondhatnám azt is, hogy én kezdeményezek már azáltal is, hogy nekem ott van valami a zsebemben, amit ők nem tudnak, hogy mi. De kikényszeríthető már általam vagy részemre az, hogy én azt megszólaltassam. Na és onnantól kezdve beindul a történetnek az a része, amikor felszabadultam, beszélgetnek, amikor a zene összehoz minket, és olyan élményeket tapasztalunk meg oda-vissza, ami engem is épít, erősít, meg őket is erősíti. És ez valahol egyé hoz minket. Tehát én azt mondom, hogy a zenének ez a része, teljesen mindegy, hogy az ember hol dolgozik, vagy hol van, vagy kik veszik körül. Meggyőződésem, hogy az az ember, aki zenél, az nem lehet rossz ember. Ezt vallom, és nem győzöm hangsúlyozni. És a családodban a zene milyen szerepet játszik? Jaj, hát a családunkban... Meg kell emlékeznem a feleségemről. Ő kérte is azt, hogy ezt ne is mondjam, de elmondom, mert nagyon fontos. Tehát, ha nincs mögöttem ő, akkor én nem tudom ezt csinálni, amit most csinálok, így ebben a formájában, ahogy van. Tehát nekem kell az ő csendes, hallgatólagos, de támogató szeretete. És ez nagyon fontos. Én vallom azt, amit már többször elmondtam, hogy minden egyes szavunknak súlya van. Én hiszek abban, hogy azok az ígéretek, fogadalmak, amit annak idején mi egymásnak tettünk, hogy jóban, rosszban, holtomiglan, holtodig, ez tart. Én ezt tabuként kezelem, tehát ez olyan, hogy ez nem áthágható. És pontosan emiatt is van az, hogy akkor, amikor szembesülök a körülöttem lévő világba azzal, hogy itt az értékrendek mennyire nem jelentenek semmit, hogy mennyire ki lehet vetközni dolgokból, helyzetekből, hogy mennyire fontos az, amikor valamit úgy tudok, hogy az az enyém. És én azt komolyan gondolom. És ilyen az én értékrendem is. Ilyen volt a régi paraszti kultúrának az értékrendje is, és azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy annak része volt mindenki. És amikor ő ítélkezett, idézőjelbe ítélkezett, akkor annak súlya volt. Mert én, mint aki részese vagyok ennek a közösségnek, az rám vonatkozott. És voltak szabályok, íratlan szabályok, amelyeket nem lehetett áthágni. Most nem ezt a világot éljük, de én gondolom azt, hogy előbb-utóbb itt is beáll a rendszer, majd kialakul az értékrendnek az a része, amit majd mindenki magáénak tudhat, és akkor stabilan tudunk megállni, és tudjuk a dolgok nevét, tudjuk azt, hogy mi mire való, mert ez nagyon fontos. Látsz már valamiféle változást ebben az irányban? Pontosan ez lett volna a következő dolog, amire rá akartam térni, mert itt a látni kell, és nem akarok politikával foglalkozni, de erre ki kell, hogy térjek. Tehát a rendszerváltást követően itt azért látni lehetett azt, hogy itt egyfajta butulás kezdődik ebbe az országba. És most annak a szikráját, csíráját látom, hogy spontán módon alakul ki gyermekekben, felnőttekben az az igény, ami egy picit a jobbra valót mutatja, hogy vágyik a jóra. És hál' Istennek most ezt tapasztaltam meg a gyerekek között is, meg felnőttek közt is, egyre inkább ezt érzem meg. Érdekes is, hiszen 12 éve zenéltek már, és hogy csak 12 év után alakult ez ki. A tapasztalás. Lehet, hogy menet közben is volt, én most csak azért beszélek erről, mert én ezt most érzékeltem meg. Olyan szinten, amikor már érdemes róla beszélni. Tehát előtte is voltak tehetséges emberek, de ezek a tehetségek, és teljesen mindegy, hogy milyen jellegű a tehetség. Vagy elsikkad, vagy megmarad, vagy pedig annak él. Tehát ez a három dolog szokott történni általában. De most ez a tapasztalás, amiről beszélek, ez olyan mértékű, hogy tömegben érzem azt, hogy vágynak rá, és kiállnak mellette, és egyre inkább nem mérvadó az, hogy mi van a televízióban, nem mérvadó az, hogy mi szól a rádióban, hanem az, hogy én akarom csinálni, és mindegy, hogy mi az a dallam. Nem mindegy, tehát azért hozzáteszem, hogy mégsem mindegy. De részesévé akar válni,
és ő akarja csinálni, és ez nagyon fontos dolog. Ugyanis én nem győzöm hangsúlyozni, hogy sokan úgy vagyunk azzal, hogy itt a mai világban is, hogy várjuk a csodát. De hát mi magunk vagyunk a csoda. És ha mi nem csináljuk meg a csodát, az nem is fog lenni. Így alakult, mondom, visszakanyarodva az együttesre is, hogy így alakult a mi 13 évünk, hogy én ezt csodaként élem meg, és úgy is fogom föl, és úgy is védem. Az egyéb jellegű életvitelemben is minden egyes pici apró momentumot, amikor emberekkel beszélgetek, vagy ismerkedem meg, akkor az egy csoda. Az egy olyan csoda, hogy két ember párbeszéde. Két olyan világ találkozik, ami megismerésre vágyik. És ez nekem egy nagyon fontos dolog. Most is vallom, és nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy a kimondott szavainknak milyen súlya van. Hogy mennyire jelentős az, amikor én megbeszélek egy találkozót egy idegennel, és én ott vagyok. És én megtisztelem azzal, hogy ott vagyok. Mert kettőnk között nincs más kapcsolat, tehát ő nekem senki. Csak a szavaink. De ha ez megtalálja azt az optimális pontot, hogy találkozzanak, akkor abból barátság lesz. Abból lehetőség lesz, és a lehetőség meg hát százfele vihet minket. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy milyen terveid vannak, akár neked személy szerint, akár az együttessel kapcsolatban. A közelmúltban döntöttünk úgy az együttesen belül, hogy egyesületként próbálnánk tovább menni. Ennek az egyesületi eljárásnak most éppen abban a részében vagyunk, hogy az alapító okirat, illetve a bírósági bejegyzéshez szükséges anyagok már ott vannak a Pest megyei bíróságon. Most már az ő jóváhagyásukat várjuk nagyon erősen. És hát ennek szellemében is továbbra is én azt gondolom, hogy nekünk célunk van. Célunk van úgy az együttessel, mint magánemberként is, hogy az a felhalmozott tudásanyag, amelyben mi benne vagyunk, aminek mi részesei vagyunk, az populáris legyen, megosztható legyen. És ez a megosztás, ez ne úgy történjen, hogy másokba ellenszenvet vált ki. Azáltal, hogy jaj, ezek annyira tudják. Nem. Tehát ezt próbálom majd úgy, eddig is próbáltam, de még inkább ez hangsúlyt fog kapni, hogy befogadókká váljunk. Tehát nem megrémülni kell tőlünk, hanem el kell fogadni, részévé kell válni. Ennek a módját még keressük meg kutakodjuk, szó szerint mondom, hogy kutakodjuk, mert minden ember más. Tehát addig még az egyiket meg tudom fogni egy mosollyal, vagy egy jó kis beszélgetéssel, és részévé válik az egésznek. Lehet, hogy egy másiknál csak egy érintés kell, vagy lehet, hogy csak egy bátorítás, vagy lehet, hogy ötször kell elmenni hozzá a lakásra és beszélni róla. Tehát ezt még tanuljuk mi is, meg hát próbálkozunk ezzel kapcsolatban. A terveim meg hát továbbra is az, hogy azt, amit én eddig értéknek éltem meg, ezt továbbra is próbálnám közvetíteni. Azt a sikermennyiséget, vagy azt a kis közösséget, amit az együttesem képvisel, azt próbálom megtartani, vagy próbálnánk megtartani, mert hiszen ez is közös munka, a magánéletemre vonatkozóan pedig továbbra is úgy történjenek a dolgok, ahogy ez eddig is lezajlott. Azt kívánom, hogy így legyen minden, ahogy szeretnéd. Nagyon sok sikert kívánok neked és az együttesnek a továbbiakban is, és köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, várom önöket legközelebb is. Viszontlátásra!